5 éves munka eredményeként a terület és település fejlesztési operatív program keretében 11 líder helyi akciócsoport közreműködésével készült el a megye fenntartható energetikai és klímaakcióterve. Az önkormányzat dolgozóinak és az együttműködő polgármesterek adatgyűjtésének köszönhetően összesen 17 úgynevezett SECAP dokumentum készült el. Azt gondolom, hogy ez a dokumentum egy projekt végét jelenti, de a tevékenység végét nem jelenti, hiszen folyamatosan tennünk kell közös összefogással a következő évtizedekben, hogy az ebben a dokumentumban megfogalmazott tevékenységek, célok, amik számításokon alapulnak, azok mindannyiunk számára elérhetőek legyenek, és hát az embervédelem ilyen módon megvalósulhasson. Ehhez pedig tudatos tervezésre van szükség, ami sok esetben a városvezetés feladata. Tiszalök, mint konzorciumi partner főleg uniós forrásokat célzott meg ennek érdekében az elmúlt években, és számos pályázatot el is nyertek. Elsősorban a napelemeknek a telepítése, amit szeretnék kiemelni. Gyakorlatilag minden épületünkön, minden közintézményünkön megfelelő mennyiségben található. Majdnem, hogy nullára tudjuk kihozni az elektromos áramfogyasztást ezen tekintetben, illetve a több mint két évvel ezelőtt kicseréltük az összes közvilágítást, tehát több mint 800 világítótestet cseréltünk, és 55% megtakarítást tudunk elérni azokkal a 21. századi technológiákkal, ugye a ledes világításról beszélek, amelyek mindenki számára tetszőek voltak, tehát tényleg egy minőségi javulást is mutat, nem csak energetikai szempontból és a pénz megközelítéséből. Tiszalök mellett Kisvárda, Mátészalka, Nyírbogát és Vásárosnamény is konzorciumi partner a projektben. Utóbbi város már a kezdeti lépések előtt 3 szinten, lakossági, gazdálkodói és önkormányzati szinten is tett a klímavédelemért. Mint önkormányzat pedig élen kell, hogy járjunk mindenben, hiszen ha itt a talajszondás hőszivattyú beépítésén keresztül a közvilágítás korszerűsítésére gondolok, vagy a napelemes rendszerek kiépítésére a közintézményeinken, akkor ez egy nagyon komoly dolog. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy topos forrásokból az energetikai pályázataink kapcsán szinte valamennyi intézményünk megújulhat, hőszigetelést és napelemes rendszereket kapnak ezek az iskolák, a gimnázium, a humánszolgáltató, önkormányzat, és a szilvafürdő. Ezek a projektek már a végén járják, mondhatjuk azt is, hogy befejeződtek gyakorlatilag, és most már ennek az eredményét várjuk. Ennek a legnagyobb eredmény, ennek a hármas összefüggésnek az, hogy a környezetterhelés csökken, ezáltal a klímaváltozásban bekövetkező dolgokat egy kicsikét tudjuk lassítani. A projekt záró konferenciáját kedden délelőtt tartották a megyeházán, ahol bemutatták az eddigi eredményeket, és felhívták a gazdasági társadalmi szféra szereplőinek figyelmét az éghajlatot jelentős mértékben károsító széndioxid és egyéb üvegházhatást okozó gázkibocsátás tudatos csökkentésére.